napot kívánok! A Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület és a Györfi István Nagykun Múzeum nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket mai rendezvényünkön, a Jászkun Redemció emlékharangjának avató ünnepségén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben Kovács Sándor urat, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét. Szeretettel köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Gyurcsek János alpolgármester urat. Tisztelettel köszöntöm nagy tiszteletű Koncz Tibor urat, a Karcagi Református Egyházközség elnök lelkészét. Tisztelettel köszöntöm Gulyás Zsolt atyát, érseki tanácsost, a Karcagi Római Katolikus Egyházközség plébánosát. Tisztelettel köszöntöm körünkben Györfi Sándor emeritus nagykun kapitány urat. Tisztelettel köszöntöm Bene Sándor emeritus nagykun kapitány urat. Tisztelettel köszöntöm dr. Nagy Molnár Miklós urat, a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatóját, mai rendezvényünk szónokát. Tisztelettel tolmácsolom dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter úr, városunk és térségünk országgyűlési képviselője szívélyes üdvözletét, aki nem tud jelen lenni a mai rendezvényen, de megkért, hogy az ő nevében is köszöntsem Önöket. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévő önkormányzati képviselőket, az intézmények, egyházak, hivatalok vezetőit, képviselőit, minden kedves jelenlévőt. Köszöntöm a kedves televízió nézőket, akik majd a képernyőn keresztül kísérik figyelemmel rendezvényünket. Tisztelt hölgyeim és uraim, ünnepségünk kezdetén Plusz Csilla, a Karcagi Általános Iskola igazgatónője és tanítványa Sebők Lajos tárogaton játszott. Köszönöm közreműködésüket. A Kovács Mihály Huszárbandérium huszárjai és a Kötöny Népe Karcagi Ijászkör Egyesület tagjai bevonulásukkal színesítették rendezvényüket. Köszönöm, hogy eljöttek. Tisztelt ünneplő közösség! 2014-ben a Magyar Országgyűlés május 6-át Jászkun emléknappá nyilvánította. Tudom, a jelenlévők közül sokan tudják, hogy miről nevezetes az 1745-ös esztendő, annak is május hava 6. napja. A redemció, a megváltakozás jeles napja ez. Méltán vagyunk és lehetünk büszkék őseinkre, akik összefogásukkal, áldozatvállalásukkal visszaszerezték ősi jogaikat. Felkérem dr. Nagy Molnár Miklós urat, a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatóját emlékező beszéde megtartására. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők! A 13. és 14. században Magyarországra érkező kunok és jászok betelepülésüktől fogva jelentős kiváltságokat kaptak az uralkodóktól. Nem tartoztak földesúri szolgáltatásokkal, földjükön nem alakult ki a jobbágy földesúri viszony, területe még a török hódoltság idején is koronabirtoknak számított. Tulajdonosa az uralkodó volt, aki ezt a jogát a mindenkori nádor útján gyakorolta. A lakosok nem csupán a földesúri adóktól mentesültek, de a nemesekhez hasonlóan a vám és harmincad mentesség és egyéb előjogok is megillették őket. A kivételezett közjogi helyzet ugyanakkor jelentős kötelezettségekkel párosult. Ezek közül a legfontosabb a katonai szolgálat volt. A jászok és a kunok háború idején kötelesek voltak a királyi korona alatt hadba vonulni, és ők biztosították a nádor fizetését is, aki a főbirályuk volt.
Mindezeket a terheket azonban szívesen vállalták, büszkék voltak szabad állapotukra, az országban egyedülálló, kivételezett jogi helyzetükre. Jogaikat a IV. Bélát követő magyar királyok minden alkalommal elismerték. A 17. században, a török hódoltság után a bécsi udvar komoly anyagi gondokkal küzdött, hiszen a hosszú háborúskodás kimerítette a kasszát. Pénzre volt szükség, ezért első Lipót császár elhatározta, hogy az egész jászkunságot áruba bocsátja. Az eladást megelőzően 1699-ben átfogó összeírás készült a jászságról. A Pence János Kristóf által vezetett felmérés során megállapították a három kerületnek az értékét, megállapították, milyen a gazdasági ereje és adózási képessége. Ennek eredménye volt az, hogy 1702-ben megszületett a jászok és a kunok számára olyan tragikus döntés, az uralkodó 500 ezer rajnai forintért eladta az egész területet és lakóit a német lovagrendnek. Az adásvétel a fennálló törvények értelmében is jogtalan volt, hiszen a kiváltságos terület koronabirtok lévén ugye elidegeníthetetlen lett volna. Az eladással a jászok és a kunok kiváltságai megszűntek, egyik napról a másikra jobbágysorba kerültek. Ők azonban természetesen sohasem törődtek bele az ősi jogon szerzett kiváltságaik elvesztésébe. Már a következő évben, 1703-ban lelkesen csatlakoztak Rákóczi szabadságharcához, és a fejedelem meg is ígérte kiváltságaik visszaállítását. Ez azonban sajnos, ugye tudjuk, a szabadságharc bukása miatt nem válhatott valóra. Mivel a német lovagrend nem tudta érvényesíteni földesúri jogait, a jászkunságot 1731-ben továbbadta a Pesti Invalidus Háznak. Ez azonban semmit sem változtatott sem a jászok, sem a kunok helyzetén. A jászkunságban hamarosan mozgalom indult a jogok visszaszerzésére, amit Pálffy János nádor is támogatott. A három kerületből követek indultak Budára és Bécsbe, kérelmükkel a királyig is eljutottak. Útjaikra ajándékokkal megrakodva indultak, vitték az akkor igazi csemegének számító teknősbékát, de vittek darutollat, kócsaktollat és aranypénzt is bőven, hogy kérésüknek nyomatékot adjanak. Ahogy akkor mondták, kenni kellett a kocsikereket, hogy jól kördüljék. Végül Mária Terézia az 1745. május 6-ai dátummal kiadott oklevelében kegyelmesen megengedte, hogy ha a jászok és kunok visszafizetik az eladási ár összegét a kincstárnak, visszanyerhetik régi szabadságukat. A redenció tehát korábban megvolt szabadságjogaiknak a visszavásárlását jelentette. Ez a nagy jelentőségű diploma kimondja, hogy mivel a jászkunok 1000 lovast fegyvereznek fel, és megváltják magukat az invalidus ház zálogjoga alól, kiváltságaik megerősítetnek, és az pallós jogadásával, adományozásával egészítetik ki. A diploma a kiváltságokat a következők szerint részletezte. Az első pontban. A jászkunok felett egyedül csak a főbírájuk és főkapitányuk, a nádor és saját bíráik törvénykezhetnek, kivéve az egyházi bíróság elé tartozó ügyeket és a határpereket. A második pontban a kerület lakói és árui a királyi harmincadok kivételével minden vám és révfizetés alól mentesek. A harmadik pontban csak saját kapitányaik előtt kötelezhetők megjelenésre. A negyedik pontban a nádor által kinevezett főkapitány elnöklete alatt szabadon választhatják kapitányaikat és egyéb tisztjeiket. Ötödik pontként megengedtetik a jászkunk kerület megváltása. A kincstár részére a jövőben közadót, a nádor részére pedig továbbra is évi 3000 arany tiszteletdíjat tartoznak fizetni. A hármas kerülethez tartozó földeket, helyiségeket, szállásokat és pusztákat a jászkunok birtokukba vehetik, de nem idegeníthetik el. A hatodik pont kimondta, hogy megengedi a szabadon költözhető és szabad állapotú jövevényeknek a jászkunok földjén való letelepedést, és előírja közteherviselésüket. A hetedik pont azt mondta ki, hogy a jászkunok kerületek összes lakosai egyenlő kiváltságokat élveznek. Nyolcadikként
a kerület római katolikus egyházközségeit kegyúri jogban illette. A 9. pont szerint a megyei törvényszékek módjára a kerületek pajros joggal rendelkeztek. Végül a záradék leszögezi, hogy országos ügyekben a jászkonság területe és népe a királyi helytartó tanácstól függ. E kiváltság alapján a Jászkun 3. kerület földje és népe szabad lett. A nádor joghatóság előtt alá visszakerült jászkunság autonómiáját, közigazgatási, törvénykezési és adózási ügyét az 1745. november 22-i királyi leírat szabályozta, és egyben megszüntette a kerület közjogi kapcsolatát Heves külső Szolnokvár megyével. A királynő 1746. március 19-én kiadott következő diplomájában új pecsét használatát is engedélyezte a hármas kerületnek, amelyben a jászság, a nagykunság és a kiskunság címereit foglalták össze. A kerület székhelye pedig Jászberény lett. A megváltás, a redenció összege hatalmas összegnek számított akkoriban. A lakosok csak több évig tartó gyűjtéssel és kölcsönökkel tudták összeadni, ami a kamataival együtt ekkor már 575.900 aranyforintot tett ki. A redenciós összeget, összeget terület és népesség szerint arányos részekre osztották a jászság, a kiskunság és a nagykunság területei között. A megváltási összegből a nagykunságra 155.000 forint jutott, az egyes összegek lefizetésére a községek pedig kötelezettséget vállaltak. Ezeket viszont a kötelezettségeket a redemptoroktól hajtották be idővel. A Jászkun kerületek a felszabadulásokat kitörő örömmel, hálaadó istentisztelettel ünnepelték meg. Az 1751-ben tartott országgyűlés a királynő diplomáját megerősítette, és azt a 25. törvénycikkbe iktatta be. A jászkunokat Mária Terézia később is még több kiváltságban részesítette. Így 1761-ben megengedte, hogy a jászkunság hiteles útlevéllel ellátott lakói minden rév és vámfizetés alól mentesüljenek. A redenciót követően a korábban jogilag egységes közösség a megváltott föld arányában tagolódott. Akik részt vettek a megváltásban, annak megfelelő földterületet kaptak, ők lettek a redemptusok. A társadalom legfelsőbb szintjét foglalták el, rangjuk és jogállásuk a nemesekéhez hasonló volt. Azokat, akik nem tudtak részt venni a megváltásban, irredentusoknak nevezték, rajtuk kívül élt egy szegény, nincs telen réteg és a jászkunságban, ők voltak a zsellérek. A megváltott földet tőkeföldnek hívták, ezen kívül azonban a teljes földterületnek csak nem a fele közös használatban maradt. Ebből alakultak később a redemptus közbirtokosságok. A jászkunok bírája továbbra is a nádor maradt, aki jogait az általa kinevezett főkapitány útján gyakorolta. A három kerület élén a kapitányok álltak, akik választással kerültek tisztségükbe, munkájukat az ugyancsak választott alkapitány segítségével végezték. Az önerőből történő megváltás, a redemció, jogos büszkeséggel töltötte el az abban résztvevőket, melynek emlékét generációkon át megőrizték. Ez jelentette az alapját a sokszor emlegetett jászkun öntudatnak, ami máig is jellemzi a jászok és kunok leszármazottait. És itt még szeretném elmondani azt, hogy a jászkunság árát, tehát amennyit ki kellett fizetni a redencióért, az többször megpróbálta visszakövetelni a lakosság, a jászság, illetve a kiskunság, illetve a nagykunság. Többször próbálkoztak törvényhozáshoz fordulni ezzel a kéréssel. Legelőször is 1848-ban az első szabadon választott országgyűlés, illetve az első országgyűlés alkalmával írtak egy feliratot, amelynek szerepében, amelyben azt kívánták, hogy visszaszerezzék a pénzt, visszakapják azt a befizetett összeget, amit ugye közel 100 évvel azelőtt ki kellett fizetni. Ezt a kérdést akkor még nem nagyon tárgyalta, levette a napirendről az országgyűlés, majd 1868-ban újra felmerült ez a kérdés,
amelyet Sipos Orbán, az akkori Jászberényi képviselő terjesztett föl a parlamentbe, és akkor az országgyűlés úgy döntött, hogy ezt a kérdést nem fogadja el, nem tárgyalja tovább, hiszen ez egy teljesen más dolgot jelent, és ugye a pénzt nem tudja visszafizetni a lakosoknak. Gyakorlatilag ezt a pénzt soha senki nem fizette vissza a Jászkunság lakosságának, amely azóta is több mint 270 éve oda lett. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, igazgató úr, emlékező beszédét, de bízzunk abban, hát, ha egyszer visszakapjuk azt a pénzt. A reménység az éljen a szívünkben. Tisztelt hölgyeim és uraim, a rendezvény előkészítése során dr. Fazekas Sándor miniszter urat kértük föl avató beszéd megtartására. Ő sajnos nem tud jelen lenni, de e-mailben elküldte gondolatait és kérte, hogy osszam meg önökkel. Idézem. Tisztelt hölgyeim és uraim! A mai napon átadott lélekharang, a nagykunság, a nagykunok kereszténység iránti elkötelezettségét szimbolizálja, mint ahogy a mellette lévő nagykun milleniumi emlékmű is. A kunok történelmére visszatekintve azt láthatjuk, hogy a kritikus időszakokban épp úgy, mint a béke évtizedeiben mindig megvolt egyfajta őserő, összetartástudat, amely segítette eligazodni őseinket. Mindig határozott állásfoglalások születtek, és azokat makacskun következetességgel hajtották végre elődeink. A nagy értékek azonban mindig nagy feladatokkal párosulnak, ezt talán Hanvas Béla soraival lehet a legszebben alátámasztani. A nagy örökség egyúttal kötelesség. Nehéz helyzet csak ott támad, ahol az ember kötelességét megtagadja. A nagy kultúrával feltétlenül együtt jár az a kötelezettség, hogy az ember tovább építse. Kultúrában születni nem csak annyit jelent, hogy élvezzük a kiváltságokat, amiket az ősök alkotása teremtett, hanem annyit is, hogy előkészítjük az utódok kultúráját. Hanvas Béla idézete eddig tartott. Kívánom, hogy ez a harang repítse messze a kunságban, hogy Karcag az ősei kultúrájára büszke, hagyománytisztelő város. Üdvözlettel, dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő. Az emlékharangot, melyet a Karcagi Nagykun Városvédő és Szépítő Egyesület állítatott, Györfi Sándor, Munkácsi díjas szobrászművész, érdemes művész alkotott. Felkérem nagy tiszteletű Koncz Tibor lelkész urat és főtisztelendő Gulyás Zsolt atyát, Koncz Tibor lelkész urat az emlékharang megáldására, Gulyás Zsolt atyát pedig az emlékharang megszentelésére. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, külön is köszöntöm a kedves diákságot. Kegyelem néktek és békesség! Jászkun redemciós emlékharang avatására egybesereg lett gyülekezet. Egy igével köszöntök mindenkit, jöjjetek örvendjünk mindnyájan az Úrban, a mi kősziklánkban, aki a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Amen. Ősi Zsoltárunk szavait olvasom, mielőtt megáldanám a gyönyörűségesen szép emlékharangot. A 90. Zsoltár a válogatott versei idézik majd emlékezetünkbe az itt élők küzdelmeit. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. Ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel, könyörülj szolgáidom! Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadozzunk és örvendezzünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál. Annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt.
legyenek láthatóvá tetteid, szolgáidom, és méltóságot, fiaikom. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig következik az áldás. A mindenható Isten, történelem és élet ura, fogadja szívesen ennek a harangnak a hangját. Áldja meg a harangot készítetőknek, és a harangot nagyszerűen elkészítőknek az életét. Cselekedje meg az örökkévaló, hogy ez a harang emlékeztessen az áldott ősökre, bíztassa és bátorítsa a jelenkor itt élő és ide látogató embereit, és a jövő nemzedékeit figyelmeztesse az Úr kegyelmére és irántunk való szeretetére. És legyen ez a harang a békesség hangja. Minden időben Krisztusért, ami Úrunkért. Amen. Istenünk, szabad a világ hajnalán megcsendült az ember fülében, amikor őt isteni közösségre hívta, kimondhatatlan dolgokra oktatta, üdvösségre intette. Istenünk, te Mózes szolgádnak meghagytad, hogy a nép összegyűjtésére ezüstkörtöt használjon, hogy azt szólítsa imára a népet. Fogadd el ezzel az áldással ezt az emlékharangot, az, hogy minden híved, aki hangját meghallja, szívét hozzád irányítsa, és osztozva a testvérek örömében vagy gyászában, siessen a te otthonodba, ahol érezze meg Krisztus jelenlétét, hallja meg szavát, és tárja fel előtted minden kívánságát, Krisztus, ami Urunk által. A mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldja meg ezt az emlékharangot. Amen. Köszönöm. Felkérem Kovács Sándor urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét a harang megszólaltatására. Tisztelt egybegyűltek, mielőtt megszólaltatnám a megszentelt és megáldott harangot, nem mehetek el szó nélkül az esemény előtt. Mindenkit szeretettel üdvözlök, aki a Jóisten kegyelméből a nagykunságban élhet, és mindenkit, aki a világ fennmaradó többi részén él. Nagyon fontos ez az esemény, hiszen őseinkre emlékezünk, azokra az ősökre, akik két fontos dologért éltek, áldozatot hoztak. Az egyik fontos dolog kézzelfogható, tapintható, ez a föld, ami nálunk. Mai napig állunk, amin ez az emlékmű van, amin házaink vannak, amin településünk van. A másik nagyon fontos dolog, amit nem tudunk a kezünkkel megmarkolni, nem tudunk megfogni, ez a szabadság. És több mint 200 évvel ezelőtt őseink verejtékesen megkeresett pénzüket költhették volna ökörre, kitűnő lóra, pitykés mentére, de nem erre költötték, hanem a saját szabadságukra, a mi szabadságunkra. És ez az emlékmű emlékeztet erre a szabadság szerető, szorgalmas, kitartó népre. És Györfi Sándor megalkotta ezt az emlékművet, de nem csak ezt, többet is, Kötönyvezér emlékművét és IV. Béla szobrát is. Ha ránk tekintenek, akkor remélem méltó ősöket, vagy méltó utódokat látnak. És
Ezzel az emlékművel láthatjuk és emlékezhetünk az ősökre. De van egy csodálatos dolog, hallhatjuk is az ősök üzenetét. Ez egy csodálatos dolog, ha meg fog szólalni a harang, akkor hallani fogjuk az üzenetet. És én méltósággal csendben azt kérem, hogy hallgassuk meg, hogy mit üzennek nekünk a harang nyelve által megszólaltatott ősök üzenete. Tehát ilyen szemlélettel, ilyen gondolattal hallgassuk meg a harang szavát. Köszönöm, gondolom a harangszava mindannyiunk szívéig elért. Az emléktáblán olvastam a következő mondatot, és megosztom mindenkivel, aki még nem olvasta, az most hallja meg, de kívánom, hogy mindenki majd járuljon ide, és olvassa el saját szemével az utolsó mondatot. Álljon ez az emlékmű a magyar történelemben példátlan hazaszeretetről, szabadságvágyról tanúskodó kunok tiszteletére. Igen, álljon ez az emlékmű, és a harangszava után a tárogató szó is tisztelegjen az ősök emléke előtt. Thank you.
Igazán szívhez szóló dallamok voltak. Köszönöm szépen Plusz Csilla és Sebők Lajos közreműködését. Tisztelt ünneplő közösség! Emlékharang avató ünnepségünk a Kovács Mihály Huszárbandérium huszárjainak és a Kötöny Népek Arcagi Íjászkör Egyesület tagjainak elvonulásával ér véget. Megköszönöm mindazok munkáját, akik a rendezvény előkészítésében, megvalósításában közreműködtek. Köszönöm önöknek, hogy itt voltak és együtt ünnepeltünk. Viszontlátásra, mindenkinek minden jót kívánok! Dobos László polgármester úrral az emlékharang előtt beszélgetünk. Azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetnek a karcagiak erre, hiszen nem nagyon van ilyen a környéken. Hát még nem, hogy a karcagiak nagyon büszkék lehetnek, hanem egyáltalán a nagykunság maga, hiszen ez a nap ez egy csodálatosan szép emlékező napra sikeredett, így is terveztük természetesen, és mindenhol, az egész hármas kerületben, Jászságban, Nagykunságban, Kiskunságban, ezen a napon igen gazdag programsoronton lehetett részt venni. Az, hogy itt Karcagon pluszban még egy ilyen csodálatos emlékharang felállítására is sor került, ez egy plusz dolgot jelent számunkra. Azt hiszem, hogy a karcag mindig előjár ezekben a dolgokban, hiszen itt láttunk egy kunruhát is a polgármester asszonyon, itt van egy lélekharang, azt gondolom, hogy van mit követni a többi kuntelepülésnek ismét. Hát úgy gondolom, hogy próbálunk mindig egy lépéssel előrébb járni, de azért méltó társaink vannak természetesen az egész hármas kerületben. És úgy gondolom, hogy ez így van rendjén, hiszen azokat a gyökereket semmiképpen nem szabad elfelejteni, elszakítani, ami ehhez a földhöz köt bennünket, az itt élőket egyáltalán. Azok az ősök, akik megtették annak idején a kötelességüket, az eszünkbe kell, hogy tartsuk. Nagyon komoly dolgot vállaltak akkor, amikor a megváltásról gondoskodtak. Ezt a dolgot mindenképpen szem előtt kell tartani, a fiataloknak elmondani, bemutatni ezt a történelmi eseményt, hiszen az identitás tudatukat ez mindenképpen kell, hogy erősítse. Erre akkor már van egy emlékező helyünk is. Köszönjük szépen! Én köszönöm, nagyon büszkék vagyunk erre. Kovács Sándor a megyei közés elnökével és a Kunszövetség elnökével beszélgettünk ennél a szép lélekharangnál. Ma nagyon sok helyen emlékeztek a Jászkun emlékülésen, Kisújszálláson, Kiskunságban, Jászságban, mindenhol voltak emlékünnepségek. Fontosak ezek számunkra. Igen, most a Jászságban, Kiskunságban, Nagykunságban ünneplik a redemciót. A saját magunk, saját szabadságunk megváltását, melyiket őseink váltottak meg. És nagyon fontos üzenete van ennek a redemciónak. Nem csak az, hogy ha valaki vágyik a szabadságra, és vissza akarja szerezni a szabadságot, akkor azért küzdeni kell. Hanem az a nagyon fontos üzenete, hogy őseink úgy gondolták, hogy a szabadságot vissza lehet szerezni. Vagy vérrel, vagy karddal, vagy akár pénzzel. És ezt a pénzt, amit megkerestek, amit ők gyűjtöttek össze, ezt nem elherdálták, nem felélték, hanem ezen visszavásárolták a saját szabadságukat, a mi szabadságunkat. Hiszen ugyan már nem szabad nagykunság van, bár mi így gondoljuk, de mindenképpen azon a földön élünk a mai napig, amit őseink, a redemptus ősök visszavásároltak. És ennek üzenete van. Nem szabad feladni több emberöltön keresztül se azokat az elveket, amelyeket vallunk. És ezt üzeni ez a harang hallhatóan. Nem csak egy emlékmű, ami látható, hanem ahogy hallhattuk, hallható is, és nagyon szép hangja van.
Azt gondolom messzi viszi a szél most ezt a harang hangját, és sokan gondolnak a mai napra, meg a több mint 200 évvel ezelőtti történésekre. Így van, ez különleges emlékmű, nem csak látványt, egy elgondolkoztató látványt, hanem egy üzenete is van, hogy hallatszik, messzire hallatszik, és az üzenet, amit megfogalmazunk, azok a fontos dolgok, amit mai napig fontosnak tartunk, azokat hallatni kell. Nem csak láttatni, hanem hallatni. És így értik meg az emberek, így értik meg az utódok is, és én azt gondolom, hogy ez a nagyon szép nap büszkévé is tehet bennünket. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Györfi Sándor művész úrral beszélgettünk a harang ötletéről, hiszen azt hallottuk, hogy a Városvédő és Szépítő Egyesületnek a megvalósításában készült ez, de honnan jött az ötlet, hogy pont egy ilyen lélekharangot állítsunk ide erre a szép térre? Hát az ötlet az valószínűen valamilyen üzenet formájába érkezhetett, hiszen amikor elhatároztuk, hogy csinálunk valamilyen emléket a redemciónak, akkor egyrészt a hely kijelölése az fontos volt, hogy hová fog kerülni. Ezen a területen, ahol a millenniumi nagy kun emlékmű áll, hiszen a kunok beköltözésének a évfordulójára is gondoltunk ezzel a millenniumi emlékművel, akkor már kiderült, hogy mégiscsak erre a helyre, ennek a közelébe kell tenni. Hiszen itt őseinkről van szó, akik ezt a földet valamilyen formába visszavásárolták, megmentették nekünk erre az időre, és nagyon komoly áldozatok árán. És mivel a kunok is keresztény nép volt, és az ma is, hiába hirdették róluk, hogy barbárok, hogy pogányok, ez azt hiszem nem volt igaz. Őseink keresztény kultúrát követték, és a harangszót hallották. A harangszó ilyen formán szintén üzenet. Üzenet a múltból, üzenet a jövőnek, és a lélekhez szól. Hiszen maga a harang is, azt hiszem, hogy a Krisztusnak, a Szentléleknek a üzenete kell, hogy legyen felénk. És itt egy kicsit próbáltam is a krisztusi kort belevinni olyan formába, hogy 33 cm ez a harang átmérő, és ez jelenti a mi keresztény elkötelezettségünket is, és hirdesse a jövőbe is. Akkor én azt kívánom, hogy sok mindenkihez jusson el ennek a harangnak a hangja, hiszen hallottuk, hogy gyönyörűen szól. Igen, hát igyekeztem szakmailag is olyan elődeinknek, a harangöntő elődöknek a tudását visszahozni ebbe a harangba, mert nagyon pontosan kell meghatározni azt, hogy a harangnak a ötvözet összetétele milyen. És talán nagyon sokan nem is tudják, hogy a harang azért szól, mert egy rendkívül rideg ötvözetté válik. Üvegszerűen törik is. Tehát éppen ezért, ha lehult a templomból egy harang, megütötték jobban a kelleténél, akkor is összetörött darabokra. És itt a harangöntésnél kell arra nagyon vigyázni, hogy ha az öntvény túl ötvözött, akkor már a hűlés folyamán a öntőformába is elreped, és akkor már nincsen hangja. Hát itt most sikerült, azt hiszem, a Jóisten segítségével is az, hogy ez nem repett el az öntőformába. Én még egyszer gratulálok önnek ehhez, hiszen gyönyörű új lélekharanggal gazdagodtunk, és akkor találkozunk itt sok alkalommal. Hát úgy legyen, ez is egy nagyon szép ünnep volt, és magam is meghatódtam ezen nagyon, mert ahogy felvonultak a huszárok, ahogy felvonultak a hagyományőrzők, és körbeölelték ezt a harangot, és szép üzeneteket hallgattunk meg szavakban is, áldás és szentelés is volt. Én úgy gondolom, hogy a jövő számára becsülettel kell őriznünk ezeket az emlékeket, amit egy harang képes hordozni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm.